Ilyen a városképi már két hónapja Olaszországban. Csöndes utcák és pár sétáló az otthonától csupán 200 méterre. Ám az olaszok másokkal együtt mégis ünnepelnek, mert hételején mintegy 15 európai országban tervezik bevezetni a korábbi szigorú korlátozó intézkedések enyhítését. A vasárnapi újabb 315 halálesettel összesen 28.446 áldozata van a koronavírus járványnak az Egyesült Királyságban. A brit miniszterelnök egy héten belül bejelenti az intézkedések enyhítésére vonatkozó tervét. Ez az átfogó terv elmagyarázza, hogyan tudjuk mozgásba hozni a gazdaságunkat, visszavinni gyerekeinket az iskolába, utazhatunk biztonságosabban a munkahelyünkre, és azt, hogy tehetjük biztonságosabbá. Ám mielőtt enyhíthetjük a meglévő korlátozásokat, biztosítanunk kell, hogy csökkenjen az esetek száma és a halálozási arány, és azt is, hogy megakadályozzunk egy olyan második csúcsot, amely túlterhelni az NHS-t, mondta a brit kabinetminiszter. Franciaországban egyre több ember van az utcákon. Érződik, hogy közeledik május 11-e, amikor a kormány lazít a szigorú intézkedéseken. A tervek szerint a régióktól függően eltérő ütemben. Misét tartottak a kölni Székesegyházban a korlátozások bevezetése óta először. A misén résztvevők személyes adatait rögzítették annak érdekében, hogy később nyomon lehessen követni egy esetleges fertőzési láncot.